Ötödik alkalommal gyűltek össze a futók a vértes szívében, hogy gántról rajtolva és ide érkezve 13 vagy 25 kilométert fussanak terepen. A kihívás nagy, de jó kedvben ezúttal sem volt hiány a rajt előtt. Az ország több pontjáról érkeztek futók, többen nagyobb csapattal, hogy együtt teljesítsék a választott távot. 12 fős csapattal jöttünk Budafokról. Mind a két távon indulunk, viszont 25 kilométeren, 13 kilométeren. És hát egy nagyon vidám, nagyon mókás csapat, aki nagyon szereti a terepezést, és a gántra már nagyon sokszor visszajövünk, gyakorlatilag ez már a sok év kiadása miatt, ez csak sajnos a harmadik alkalom, de nagyon bízunk benne, hogy ilyen szép időnk még nem volt, úgyhogy jókat fogunk menni. Nagyon szép, főleg ez a bauxit bánya, ez, hogy ezen megy át az egész futás, ez szerintem nagyon szép a táj, gyönyörű. Futni a marson. Igen, igen, futunk a marson kutyával. A futás ebben a szép környezetben különleges élmény, de máskor is a résztvevők mindennapjainak része, leginkább mert lelki és fizikai feltöltődésre is lehetőség. Karban tart, frissít testet, elmét, úgyhogy szerintem egy jó kikapcsolódás, jó a társaság, úgyhogy ajánlom mindenkinek ezt a sportot, ezt a futást a szabadban. A pálya ezúttal sem volt könnyű, nem csak a távolsággal, szintkülönbséggel is meg kellett küzdeniük a futóknak. Ráadásul tájékozódni sem árt, bár a szervező Alba Triatlon végigszalagozta a pályát. A leggyorsabbak persze nem most kezdték, bár például a 13 kilométeres táv győztese korábbi kihagyás után tudott ismét felpörögni. Valaha futó voltam, most már hobbi futó. Nagy szívfájdalmam az volt, hogy olyan sokat dolgoztam, hogy nem fért bele mellett a család mellett az edzés. Elkaptam ezt a jóféle Covidot is kétszer, úgyhogy gyakorlatilag január 2-ától kezdtem el egyáltalán futkározni. A terep talán nem most volt a legnehezebb, de aki síkságon futáshoz szokott, annak ez is kihívás. Például a 13 kilométeres táv női győztesének, bár ő nyerte már meg gánton a hosszabb távot is. Hát nem esett jól. Maga ezt a részt nagyon szeretem, de ugye mondom, tehát én a földiként, tehát ott a gáttöltés az, amire max felfutok. Nem sok lehetőség van dombon futni, de egyébként imádom ezt a versenyt, és nagyon örülök, hogy sikerült első helyet szereznem. A gánti verseny több száz indulója egészen biztosan meghatározó élményeket szerzett az idei versenyen. A 25 kilométeres távon a nőknél Lánksomogyi Zita, a férfiaknál Nyeső András volt a leggyorsabb, de mindenki teljesítette a távot, vagyis a szó szoros és átvitt értelmében is elérte a kitűzött célt. A gyerekek pedig egy rövidebb futás keretében szintén megtapasztalhatták ennek a sportnak a szépségeit. A szervező Alba Triatlon már a következő nagy projektjén dolgozik, ez a május 8-i Cerbona-Fehérvár félmaraton lesz.